Tehát akkor szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Mi még nagyon kezdők vagyunk a Baba Barát Kórházban, illetve hát a csatlakozásunk 2010-ben kezdődött el, és a címet 2012-ben kaptuk meg. Az előadás ennek az útnak az ismertetése lenne, illetve hát egy kicsit a folytatásba is bele tudunk nézni. Röviden a Baba Barát Kórház kezdeményezésről azt tudnám mondani, hogy 1991-ben indult útjára a WHO és a UNICEF kezdeményezésével, akik azt ismerték fel, hogy döntő dolog, hogy mi történik a szülészeti osztályon az első órákban, az első napokban, mert ha a szülészeti osztály támogatja a szoptatást, akkor a szoptatás hosszabb távú, akár a kizárólagos szoktatásban, akár a részleges szoktatásban gondolkodunk, míg ha a szülészeti osztály nem támogatja a szoktatást, akkor az anyák a szülészetről már gyakran tápszerrecepttel mennek haza. A Baba Barát Kórház azzal tudja támogatni a szoptatást, hogy egyrészt normaként tekint rá, tehát azt mondja, hogy ez a normális, ezt így kell elkezdeni. Másrészt figyelembe veszi az anya és a csecsemő szükségleteit, és aszerint gondozza az anya-csecsemő párost, és végül azzal is támogatja a szoptatást, hogy eltávolítja a gátló tényezőket a szoptatás útjából. Ha megnézzük a gátló tényezők listáját, akkor azt látjuk, hogy a hagyományos gondozás számos eleme megtalálható. Egyrészt rögtön kezdettől elválasztjuk az anyát a csecsemőtől, másrészt különböző korlátokat állítunk be a szoptatásba, hát azt mondjuk, hogy szoptasson 3 óránként, ne szoptasson tovább, mint 1/2 órát, egy alkalommal csak az egyik mellből szoptasson, hagyja abba a szoptatást, ha már látja, hogy a gyerek nem eszik, csak cumizik a mellem. Ezek a korlátozások a szoptatás ellen hatnak. Ellene hat az a fajta pótlás, ami nem orvosi javaslatra történik. Itt azért tudnunk kell azt, hogy a legtöbb édesanya tud szoptatni, és az érett, kiordott terhességből egészségesen született gyerekek nem igényelnek pótlást, sem tápszer, sem víz, sem semmilyen egyéb táplálék formájában. A szoptatás ellen hat a cumi és a cumis üvegek használata. A nyugtató cumi ugyanúgy, mint az etető cumi. Abban az esetben, ha az édesanyja észleli, hogy a gyerek mozgolódik, éhségjeleket mutat, és nem merre teszi, hanem cumit tesz a szájába, akkor egy fontos alkalmat már is elmulasztott a szoptatásra. Így a ritkuló szoptatás kevesebb tejtermeléshez vezet, és végső soron elégtelen lesz a tejtermelés a baba igénye szerinti tápláláshoz. A cumis üvegből való etetés pedig más mechanikával eszik a baba a cumiból, mint ahogyan nem erről szopik, ezért később elutasíthatja a mellet, vagy olyan technikával szopik a mellről is, mint a cumis üvegből, és akkor sebet ejt, vagy fájdalmat okoz az anyának a szoptatás közben. Rossz az nagyon, hogyha az anya egymásnak ellentmondó információkat kap a szülészeti osztályon, tehát ha a nappalos nővér mást mond, mint amit az éjszakás nővér fog mondani, ez különösen az először szült édesanyáknál jelent problémát, de a több egyére szülő anyát is elbizonytalaníthatja, mert ő is arra gondol, hogy valamit bizonyára nem jól csinál. Nagyon súlyos etikai vétségnek bizonyul az, hogyha az anya önbizalmát akár nyíltan, akár burkoltan aláássuk, tehát ha azt sugalljuk neki, hogy hát ő valamiért nem fog tudni szoptatni, tehát az ilyen negatív megjegyzések, ez a na hát ez így nem fog menni, ez így nem jól van, ezt másképp kellene csinálni, ezek az anya önbizalmát nagyon megrendítik, és az ő kezdeményező készségét és az aktivitását is tönkre teszik, ami viszont feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy a gyerekét ő gondozni és szoptatni tudja. A tápszerreklámok, különösen ha az egészségügyi intézet részéről érik el az anyát, erősen rombolják a szoptatást, ugyanis a legtöbb újszülöttnek egyáltalán nincsen szüksége tápszerre,
de ha az egészségügyi intézményben látja az anya, akkor ez azt sugalmazza a számára, hogy hát ez ugyanolyan jó, mint a szoptatás, illetve ha valamiért nem megy a szoptatás, akkor nem kell feltétlenül megkeresni, hogy mi a problémának a gyökere, hanem egy egyszerű módja a táplálás folytatásának az, hogy akkor adunk neki egy kis tápszert. Mindannyian tudjuk, és szoktuk is mondani, hogy az anyatej a legjobb táplálék az újszülött csecsemő számára, hogy a szoptatás a legjobb módja a táplálásnak, és az az ideális, ha az újszülöttet a saját édesanyja szoptatja, de ennek az okait ritkábban szoktuk elmondani, tehát ez csak egy ilyen megjegyzés az anya számára. Abban az esetben, hogyha az édesanyja nem tud szoptatni, tanácsos lesz fejnie, és a lefejtejet kaphatja meg a baba valamilyen bababarát módszerrel. Ha ez sem működik, akkor az a jó következő lépés, hogyha donor tejből kap a baba, de Magyarországon ez nem igazán jól működik, tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb városokon kívül anyatejgyűjtő állomások nem léteznek, illetve a háztól házig való anyatejgyűjtést hát elég szigorúan kell szervezni, mert annak viszont meg lehetnek a hátrányai vagy a veszélyei. Ebből azt következik, hogy csak ritkán kerül sor igazán indokoltan a tápszeres pótlásra. Ha megnézzük a szoptatás funkcióit, akkor azt látjuk, hogy tehát a tápláló funkció a legismertebb. Gyakran az anyuka is azt mondja a szoptat, hogy megetettem a gyerekemet, és ez így is van, tehát valóban etetés is a táplálás. Az anyatej, a humán tej fajazonos fehérjét tartalmaz, minden egyéb másféle tej faidegen fehérjét tartalmaz, ebbe beletartoznak a növényi fehérjék, a szójatej, de beletartozik a favorizált kecsketej, és hát a tehéntejek, szamártej, tehát bármilyen tej, ami nem anyától ered. A fehérjék egyébként a szervezet építőkövei, míg az energiát, tehát ahhoz, hogy a kisbaba olyan igazán élénk eleven legyen, az energiát inkább a szénhidrátok, zsírok biztosítják a számára. Az anyatej számos immunanyagot tartalmaz. Már méhen belül felvértezi az édesanya védettséggel bizonyos megbetegedések ellen a magzatát, így például a bárányhimlő ellen, hogyha az anya kiálta ezt a betegséget, akkor méhen belül átadja ezt az immunitást a gyermekének. Azonban bizonyos fajta ellenanyagok nem mennek át a mélepényen, ezeket az ellenanyagokat pedig a szoptatással fogja megszületés után megkapni az újszülött, amik főként a hasmenések és a légúti megbetegedések ellen védenek. Maga az anyatej, illetve a szoptatás az a mindenkori immunállapothoz igazodik. Tehát ha az anya megbetegszik, illetve kórokozóval találkozik a család, akkor az anya a kórokozó ellen aktuálisan termel ellenanyagot, ami azt jelenti, hogy mindig az aktuális helyzetnek megfelelő védettséget ad a csecsemőjének. Ezért szoktuk azt mondani influenzás időszakban, hogy az anya akkor is szoptasson tovább, hogyha megbetegszik, mert lehet, hogy nagyobb kockázata van annak, hogy az újszülött is meg, vagy a csecsemő is megbetegszik, de ugyanakkor az anya a szoptatással a gyógyszert, az ellenanyagot is átadja a csecsemőjének. Az anyatejnek ezek a fontos részei mind vízben oldott állapotban vannak jelen. Az anyatejnek igen nagy része víz, ezért az igény szerint szoptatott újszülöttnek vagy fiatal csecsemőnek nincsen más folyadékra szüksége, csak az anyatejre. Természetesen ez akkor igaz, hogyha valóban korlátozás nélkül fér hozzá a mellhez a gyerek. A ritkábban említett funkciója, illetve ma már többet emlegetett funkciója a szoptatásnak, a non-nutritív funkció, ami tehát nem a táplálkozással kapcsolatos, hanem a csecsemőnek, kisgyermeknek a pszichés és fiziológiai jólétéért felelős. Az anyatejben vannak olyan anyagok, aminek fájdalomcsillapító hatása van, megnyugtató altatást elősegítő hatása van,
és maga a szoptatási helyzet, a testközelség, a szopó, a ritmikus szopómozgás is fájdalomcsillapító és megnyugtató hatású. Ezért abban az esetben, ha valamilyen fájdalmas beavatkozás következik, érdemes megszoptatni előtt a babát, akár egy vénaszúrás előtt, vagy ha a fájdalmas beavatkozás után vagyunk, akkor vigasztalásként is érdemes a csecsemőt merre tenni. Ritkábban esik szó arról, hogy a szoptatás az anya egészségét is védi. A szoptató anyák között kevesebb a depresszió, sokkal jobban tűrik a stresszt, ezen kívül pedig a hosszú távú szoptatás jótékony hatással van, testi megbetegedéseket is képes megelőzni, kevesebb közöttük a magas vérnyomásban megbetegedő, a cukorbetegség ritkábban fordul elő a körükben, a petefészekrák, a mérák is ritkábban fordul elő, illetve hát más betegségek is, tehát elég hosszan lehetne sorolni ezt a sort. A bababarát kórházak azáltal segítik a szoptatást, hogy támogatják az igény szerint és kizárólagos szoptatást, hatékony segítséget nyújtanak az anyának a szoptatás megtanulásához és a nehézségek elhárításához. A távozó anya ismeri a szoptatás normális menetét, és bízik magában, hogy majd otthon ő segítség nélkül is táplálni és gondozni tudja a gyerekét. Ezen kívül tudja, hogy mire számíthat, és hogy a nehézségek esetén hol találhat segítséget. És végül ez egy nagyon fontos szempont, tapasztalja azt, hogy a szoptatás megvalósítható és élvezetes is, tehát ez az anya számára is jó dolog. Amikor 2010-ben csatlakozni szerettünk volna a Bababarát kórház kezdeményezéshez, akkor első lépésként felmértük a saját gyakorlatunkat. Itt három csoportot állítottunk fel, ehhez mérten minden hónapban csak két oszlopot láthatunk, mert kizárólagos anyateljes táplálás nem volt a mi kórházunkban. Igaz, hogy mindenki elkezdte a szoptatást, de minden baba az anyatej mellé vizet is kapott, ezt majd egy picit később részletezni fogjuk. És a víz mellett általában a harmadik naptáján a gyerekeknek közel fele tápszerpótlást igényelt, tehát nem volt elegendő az anyatej a táplálásukhoz. Ilyenkor egy nagyobb súlyesés következett, és akkor az orvos automatikusan bepótolt a tápszerrel. Tehát január, február, március, április hónapot látjuk. Ezekben a hónapokban nagyjából fele-fele arányú volt az anyatej tápszeradása, illetve meg is haladta a tápszer az anyatej adását. Ebben a gyakorlatban szerepet játszott az, hogy a gyereket kezdettől fogva elválasztottuk az anyától, egy elég hatékony szülőszobai ellátást volt. Amikor feljött a csecsemőkórterembe a gyerek, akkor megmértük, megfürdettük, megmostuk a haját samponnal, szemébe csepegtettünk, K-vitamint itattunk vele, és miközben az anyát várta az újszülött, addig cumis üvegből már rutinszerűen vizet kapott. A szoptatás így később kezdődött, és nem volt rumingén ellátás. Ennek az volt a következménye, hogy a kolosztrumot hiányosan kapták meg az újszülöttek, az anyatej termelése elégtelen lett, az újszülöttek nagyjából fele meg sem tanult elég hatékonyan szopni. A harmadik, negyedik napon tápszerre szorultak, és ez a fél, ez fele adag gyerek, ez tápszerrel is ment haza. Mi úgy kezdtük a Bababarát kórházhoz való csatlakozást, hogy felmérve a saját lehetőségeinket, első lépésnél elvettük a prelaktális víznek az itatását, és azon igyekeztünk, hogy bár felhoztuk az újszülöttet a szülőszobáról, mert az akkori gyakorlat ezt megkövetelte, de minél hamarabb visszavittük, és minél hamarabb merre tettük az újszülöttet. Ennek az eredménye már májustól látható, tehát a nyári adatokban megjelentek a kizárólagosan szoptatott újszülöttek magas oszlopai, és emellett csak alacsonyak, tehát töredék lett az anyatej mellett vizet kapók, ez a kék színű, aztán a tápszeres, ez a sötétebb színű, és látható egy sárga kis oszlopocska, ami egy forró júliusi hónapban a vízitatásának volt a következménye.
Végül is az adatok a későbbiekben is hasonlóan alakultak, tehát egy viszonylag magas 70-75 és 90-95 százalékos kizárólagos szoptatást értünk el. Ebben a szoptatásban azonban az egészségügynek volt alapvető szerepe, tehát mivel roomingin nem igazán jól működött, ezért a baba éhségjeleit a nővére készlelték, és ők alakították ki, tehát a baba és a nővér között alakult ki a válaszkész gondozás igazából, és a nővérek szaladgáltak ki a kórtermekbe, és vitték ki a babákat szopni. A bőrkontaktus rövid volt, megszakított volt, illetve hát a szeparálás az állandó volt az osztályon. Ennek az lett a következménye, hogy bár a szoptatást elkezdők aránya magas volt, de a szoptatást otthon, tehát a területen abba hagyók aránya is magas volt, és hamar kaptak tápszert egy-két hetes korban a gyerekek, illetve korai elválasztásra került sor. Ezt a terület adataiból tudjuk. A következő évben megszilárdítottuk azt, amit eddig elkezdtünk, és elkezdtük felkészíteni az anyákat, hogy ők is aktívan vegyenek részt ebben a folyamatban. Tehát ott erősítettünk a szülésfelkészítésben, a megszületés után pedig a gondozásban, a szoptatási tanácsadásban, illetve volt egy nagyon kemény lépésünk, amikor azt mondtuk, hogy nem kérdeztük meg az anyukákat, hogy szeretnének-e együtt lenni a babával, hanem nálunk az a norma, hogy mindenki kint van, és innentől fogva nem a gyereket kell kikérni a csecsemőkórteremből, hanem azt kell jelezni, hogyha vissza szeretnénk vinni a kórterembe. És ilyen módon sikerült megszilárdítani a mi eredményeinket, de itt már olyan módon, hogy az anya érte el ezeket az eredményeket, és nem az egészségügy. Amit onnan is lehet látni, hogy a kistérségből kapott területi adatokban megnövekedett a térségben a szoptatott csecsemők száma, akár a kizárólag szoptatottaké, ugye itt láthatóak tehát az Ajkaváros az, ami vezetett ebben a javulásban. Aztán a 4-6 hónapos kor között szoptatottak száma is, itt elől van az Ajka és a negyedik oszlop a terület összesítése, és az egyéves koron túl szoptatott gyerekek aránya is emelkedett. Egy elsősorban Ajkán, másrészt Devecserben, illetve hát az összesítésben is ők adták a szép eredményt. Végezetül az osztályunk néhány fotóját mutatnám, hogy hogyan zajlott a bőrkontaktus, és akkor köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen. Kérdések, észrevételek. Mindjárt megy egy mikrofon. Köszönöm szépen. Nagyon meglepődtem, amikor a cím után először az evidenciákat hallgattuk, de itt az elmúlt két napban nagyon-nagyon sok szó esett arról, hogy mennyire fontos az ember. És én nagyon megilletődve hallgattam ezt az előadást, mert hogy én 35 évvel ezelőtt az Ajkai Kórházban kezdtem el dolgozni, és nyilvánvalóan az emberi tényezőknek őrületes szerepe lehet abban, hogyha 2010-ben még csak ott tartott az Ajkai Kórház, ahol, amikor 35 évvel ezelőtt, és akkor nevesítenem kell, tehát Úr Károly, az akkori főorvos, csodákat hajtott végre ezen a gyerekosztályon. Mi voltunk az ország első olyan osztálya, ahol szabad látogatás volt, ahol orvosi szobáról mondtunk le azért, hogy az anyák bent lakhassanak, ahol színesre festettük az ágyakat, ahol színes pólókban, matricázott pólókban jártunk, magunkra szabadítva az országos kölyát, mert még nem vicc, a fülemből is vettek mintát, hogy az otthon mosott pólóink nyilván fertőzéseket terjesztenek. És egy hónapja dolgoztam az osztályon, amikor Úr Károly, mint pengős malacot leszúrt, ordított velem a folyosón, és azt mondta, hogy Maria maga ragaszkodik hozzá, hogy minden anya hazudjon magának, amikor azt mondja, hogy 3 óránként kell szoptatni,
az anyát a szomszédasszonytól azt különbözteti meg, hogy észreveszi, hogy mikor éhes a gyereke. Ez 1979-ben történt, tehát azt gondolom, hogyha Úr Károly nyugdíjba vonulását követően ennyi időt kellett várni arra, hogy a bababarát igény megjelenjen, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly bizonyíték arra, hogy a személytényezőknek milyen őrületes szerepe van, mert úttörő volt a kórház, és aztán utána valami iszonyatos szünet jött, hogyha 6-10-ben innét indult a dolog. Bocsánat az emóciókért, csak nagyon megrázott az, hogy én nagyon régen eljöttem erről az osztályról, hogy ez valahogy nem erre tudott tovább haladni. Az intenzív újszülött részlegen színes kosarakban laktak a gyerekek, és ott ültek mellettük az anyák 79-ben, szóval. Na jó, köszönöm. Nem ismerem az akkori gyakorlatot. Én néhány évvel ezelőtt kerültem oda, úgyhogy onnan kezdtem, amit akkor láttam. Akkor ezt a hozzászólást hadd fordítsam át egy olyan kérdésé, hogy ki volt itt ennek a... Mert így akkor pár éven belüli nagyon kedvező drámai változásnak a motorja. Tehát, hogy köthető-e egy valakihez, vagy mi volt az indító impulzus? Nem szeretnék szerénytelen lenni, de ez az impulzus, ez én voltam ebben az esetben. Én neonatológus vagyok, nagyjából 5 évvel ezelőtt kerültem át a kórházba, és hát láttam az ottani gyakorlatot, és úgy gondoltuk, elég sokat beszélgettünk róla, tehát ezt mindannyian láttuk, hogy ez így nem jó. Elég sokat beszélgettünk róla, hogy mit kell csinálni, de lépni akkor tudtunk, amikor felvállaltuk, hogy bababarát kórház leszünk. Az adott egy követhető gyakorlatot, amit mi elkezdtünk ott, ahol el tudtunk kezdeni igazából, és arra építettük rá az összes többi lépést. És ezt gondolom el kellett fogadtatni valakivel, hogy bababarát kórház. Igen, mindenkivel. A klónozást válasz, hogy az? Nem. Jó napot kívánok. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a szülők átnevelését mi előzte meg a kórház személyzeti felkészítésében. Tehát, hogy a szülőket gondolom ugyanazok a dolgozók fogadták 2010 áprilisa után is, mint 2009-ben, és hogy mi változott meg a dolgozók munkához, vagy küldetéstudathoz való hozzáállásukban, illetve mit tettek azért, hogy változzon ez? Erre többféle válasz is kínálkozik. Az egyik az, hogy nem csak én láttam, hanem a nővérek is látták azt, hogy ez nem úgy megy. Tehát a csecsemős nővérek között is sok szó esett már, nem csak az orvosok között. Sok szó esett arról, hogy valamit kellene csinálni. Ez az egyik része. A másik része az, hogy ahhoz, hogy bármit is tudjunk tenni, először tanulni kellett. Tehát át kellett nézni ezt az egész programot. Mindannyian jártunk továbbképzésre, mindannyian letöltöttünk mindenféle anyagot. Mi úgy tanultunk, hogy szerveztem különböző kisebb-nagyobb, hát ilyen délutáni összejöveteleket, amikor az elméleti anyagot tanultuk, és akkor utána a másnap pedig a gyakorlatba ezt átültettük. Tehát ez ilyen egészen gyakorlati lépésekből állt, hogy milyen a jó merre helyezés. Akkor ezt megtanultuk gyakorlatban, hogy annak milyen elemei vannak, illetve elméletben milyen elemei vannak, és akkor utána a másnap megpróbáltuk megvalósítani. Tehát megfigyeltük a szoptatást, kielemeztük, hogy most ebben mi jó, mi nem jó, mind kell javítani, akkor hogy kell javítani, és akkor ezt megtettük. Tehát lépésről lépésre haladtunk. Egyébként a szakma ezt nem fogadta egyértelműen pozitívan, mint ahogy a szülők sem fogadták egyértelműen pozitívan. Tehát azoknál az édesanyáknál, akiknél ez sikeres volt, azoknál a program nagyon sikeres volt, tehát azok boldogak voltak, mosolyogtak. Akiknél nem tudtunk igazán segíteni, azok nem voltak igazán elégedettek. Legalábbis a kezdeti lépéseknél elég nagy ellenszélben haladtunk. Akik legtöbbet segítettek,
tettek, azok az anyukák voltak, akik sikeresen szoptattak, tehát azt tudnám mondani, hogy a személyzetnek a szoptatás iránt elkötelezett tagjai átnyúltak a szoptatás iránt el nem kötelezett tagokon, és az anyákkal együtt, tehát közösen dolgoztunk ezen. Ehhez hozzátennék csak egy tapasztalatot, hogy amikor Salgó Tarjáni Bababarát kórházban készítettem interjút, akkor megkérdeztem, hogy ezt a változást ők hogy élték át, és a szülők hogy élték át. És azt mondták, hogy ők arra már nem emlékeznek, mert tizenvalahány éve Bababarát a kórház, és hogy viszont az a nagyon jó tapasztalat, hogy ezek a mamák, akik most jönnek szülni, ezek már nem is tudnak arról, hogy akár el is lehetne különíteni a gyereküket, mert hogy nekik, tehát ott az egész város átszocializálódott, hogy úgy mondjam. Tehát ez nyilván nem az első évben olyan hajde könnyű, hanem ez hosszú folyamat. És erről már többször volt, hogy igen, a szülőknek is van szükségük edukációra, nem beszélve arról, hogy az érzelmi alapok, amiről itt most arról nem volt szó, hogy a ma született szülő, vagy a mai szülőknek, akik nem ilyen ellátásban voltak csecsemők, azoknak nagyon nehéz ezt a tempót fölvenni. Szóval ez egy hosszú-hosszú folyamat, de nagyon drukkolok, hogy egyre több helyen sikeres legyen. Jaj, annyi mindent szeretnék mondani, de nem tudom, hogy sikerül-e, rettentően felkavart ez az előadás. Az a része, hogy ez 2010-ben történt, és nem 1972-ben ugyanez. A doktornő azt a kifejezést használta, hogy eléggé hatékony szülőszobai ellátást kaptak ezek az újszülöttek 2009-ig vagy 2010-ig. Ez nem eléggé hatékony, ez rettenetesen traumatikus. Itt üzőjelben mondtam valóban. És hogy a Bababarát kórházhoz vezető 10 lépésben nem szerepel az, hogy milyen szülőszobai ellátás jár egy egészséges újszülöttnek, és hogy remélem, hogy ebben is történtek változások, mégpedig nagyok. Most a nagyon sok mindent ki kellett hagyjak ebből a dologból, amiből amúgy egy szakdolgozat készült, és több 10 oldalon keresztül vannak részletezve azok a lépések, amire most 20 percben kellett összefoglalva sort kerítenem. Egyébként a gyermekgyógyászati protokoll rendelkezik a szülőszobai ellátásról, és ez a gyermekgyógyászati protokoll megalkotója talán erre is járt, ha jól értettem, a Somogyváriék jártak itt most előadáson. Jól értettem? Tehát tőlük származik ez a protokoll. Ebben le van írva, hogy az egészséges újszülött milyen ellátást igényel a szülőszobán, és az szerepel ebben a protokollban, hogy nyákot csak akkor szívunk, hogyha nyilvánvaló légúti akadályt képez. Hát ez nem a Bababarát kórházban van benne, hanem a gyerekgyógyászati szakma része. Elnézést, lehet előadásokat átívelő kérdéseket feltenni? Én az előző előadáshoz kapcsolódva szeretnék kérdezni, hogy van-e olyan tapasztalatuk, de saját tapasztalatra szeretnék rákérdezni, ami a szoptatással összefüggésben van, és a fájdalom, tehát a szoptatási probléma megjelenik-e gyakrabban az anamnézisükben, az ő pácienseik körében? Vagy valami fajta ez irányú kérdés, vizsgálódás van-e? Azt említettem, hogy mi még nagyon az elején vagyunk, hát első kézből nem tudok mondani ilyen konkrét adatokat, vagy eseteket, hogy a születés körüli időszakban. De ez egyrészt erről is kevesen tudnak, hogy minél kisebb egy gyerek, annál erősebben érez fájdalmat. Tehát akit újszülött korában, főleg a koraszülött volt, fájdalmas beavatkozások érték, és ugye tudjuk, hogy a szoptatás az egy fájdalomcsillapító hatású dolog, és mondjuk nem olyan picben vannak, mint mondjuk, vagy nem olyan helyen vannak, mint mondjuk amilyen a Honvéd, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy minél több fájdalomcsillapítási módszert kihasználjanak. Ezeknél a gyerekeknél később igen csak hosszú távú hatásaik lesznek az újszülött korban elszenvedett fájdalmaknak. Amit átugrottam azt a diát is, a koraszülötteknél egyszerűen nincs meg a leszálló gátló pályák, tehát a beépített fájdalomcsillapító rendszer, az később érik.
mint a felfelé vezető rendszer. Emiatt is, meg még sok minden más miatt is sokkal jobban érzik a fájdalmat, mint egy idősebb gyerek vagy egy felnőtt, és erről is nagyon kevesen tudnak. És hát a gyerekkori krónikus fájdalom létrejöttében nagyon fontos szerepe van az újszülöttkori, vagy a még, vagy a koraszülöttek nem kellően csillapított fájdalmának. Nem tudom, hogy megválaszoltam azért valamennyire a kérdést. Nekem ehhez annyi hozzáfűzni valóban, hogy ez az összefüggés is, ami a kérdésed mögött van, sürgeti azt, hogy legyenek megbízható nagy adatbázisok, hogy ilyen szempontokat lehessen találkoztatni, mert szerintem nincs, és mondjuk ha az Andiék rá is kérdeznek a szoptatási előzményekre, nem tudjuk, hogy nem ugyanúgy szoptatnak-e azok az anyák, akik nem kerülnek be, mármint a gyerekeik a fájdalomambulanciára. Tehát ezt egybe kéne látni megbízható adatbázisokon. Kérdez valaki, parancsolj. Szeretnék kérdezni, Geribi Krisztina vagyok az Uzsoki Kórházból. Új szülöttekkel dolgozunk, és mondjuk hát bizonyos lépéseket teszünk a baba barátság irányában, tehát nincsen szülőszobai szeparáció, merettétel van már ott rögtön a megszületés után, 24 órás roomingin van, ami azért nem egészen 24 órás, és erre szeretnék rá kérdezni, hogy mi a politikájuk a kimerült anyákkal? Tehát aki egyszerűen azt mondja, hogy ő nem bírja tovább. Hát először is nem tudtuk végignézni a diákat. A diákon az szerepel, hogy sehol nincsen 100%-os arányú kizárólagos szoptatás. Ennek több oka is van. Úgy gondolom, hogy nem is kell arra törekednünk, hogy 100%-os legyen ez az arány. Mégpedig azért nem, mert a program, illetve hát a nemzetközi jog is azt mondja, hogy a szoptatás az jog, nem pedig kötelesség. Tehát abban az esetben, hogyha egy édesanyja nem szeretne szoptatni, illetve úgy dönt, hogy más módon akarja táplálni az ő gyermekét, ehhez neki joga van. Mi a mi osztályunkon ehhez hozzá is szoktunk járulni, azzal a megkötéssel, hogy szeretnénk elmondani, hogy mi a haszna, mi a kára, és hogyha mi erről elbeszélgetünk, és ahogyan ez a program egyébként leszögezi, tehát teljes körű információ után úgy dönt az anya, hogy nem kívánja szoptatni a gyerekét, ezt megteheti. Na most nem biztos, hogy egy anya teljesen készen van arra, amint megszületett a gyereke, hogy 100%-osan mindent ő megoldjon és mindent megcsináljon. Tehát ez is egy folyamat, hogy valaki hogyan válik anyává és hogyan éli meg a szoptatást. Előfordul nálunk az is, bár most ezt megint nem vizsgáltuk, de a vizsgálódásunk része az is, hogy milyen arányú a kizárólagos szoptatás, illetve milyen arányú a kizárólagosan tehát hazatéréskor kizárólagosan szoptatottak aránya. Ez világosan mutatja, hogy a két szám nem azonos. Tehát vannak, akik menet közben tanulják meg, vagy éreznek rá az ízére, vagy szeretik meg ezt a fajta ellátást és gyerekellátást. És ez nyilvánvalóan nem azonos ez a két szám. A kimerült anyának pihennie kell, ez világos. De azért itt meg kell jegyezni azt, hogy az édesanya és a gyermeke olyan egységet alkot, hogy az anya pihenését a gyerek jelenléte nem fogja megzavarni. Mert miben zavarja meg az alvó anyát, hogyha mellette alszik a gyereke? Hát ha ne... Akkor vegye magára. Hát úgy gondolom, hogy ez azért működik. Vannak kivételek, de nem a kivétel az, amelyik dominál az osztályon. Tehát, hogyha az anya elfáradt, és azt mondja, szeretné beadni a csecsemőjét a kórterembe, minden további nélkül behozhatja. Nagyon jó. Más, bocsánat. Tehát még egy technikai kérdésem lett volna, hogy... Mennyi, tehát egy nap hány merretételnél tudtok segítséget biztosítani az asszonynak?
Erre szokták azt mondani, hogy minden dolognak van előnye, és minden dolognak van hátránya. Mi egy kis osztály vagyunk, ahol évi 500 körüli a szüléseknek a száma. Ez azt jelenti, hogy azért egy 8-10 gyereknél több általában nincsen az osztályon, és erre azért a személyzet tökéletesen elegendő, hogy mindegyik, tehát ebben a helyzetben mindegyik anyának személyre szólóan segítsen. Tehát mi nem egy szoktatást figyelünk meg, hanem a mi nővéreink folyamatosan kit járnak, kelnek. Tehát nekik nem a korterem a munkaterületük, már nem a csecsemő korterem a munkaterületük, hanem a gyerekágyas kortermek az ő munkaterületük. Tehát ők ott jönnek, mennek. És ebben szülésznői segítséget is kell, hogy kapjanak, mert ugyanakkor viszont szülés zajlódik, bőrkontaktálunk, vagy császármetszés zajlódik, tehát az osztály teljes személyzetének részt kell benne venni, nem csak a csecsemős nővérnek, hanem a szülészeti nővérnek, orvosnak, gyakorlatilag mindenkinek, de hát a Bababarát program az erről szól, hogy az egész osztály ebben a rendszerben működik. Utána a műtéti megfigyelőben ott van a család, tehát utána viszont bekerülnek a gyerekágyas lezárt folyosóra, ahol az ottani kórtermekbe a család már nem mindig mehet be, de azért léteznek kivételek, tehát ha a kétágyas kórteremben nincsen másik anyuka, akkor például az apuka is benn aludhat. Tehát, hogy nem feltétlenül működik ez teljesen szeparáltan ez a dolog, tehát elvi lehetőség van erre, a gyakorlatban viszont nem mindig tudjuk megteremteni ehhez a lehetőséget, mert ez csak egy dolgot fűznénk még hozzá, hogy tehát itt ugye nem csak az újszülöttekről szólt ez az egész kétnapos program, érinteni lehet ugyanitt a gyerekellátásnak, az osztályos ellátásnak a körét is, ahol létezik egy rendelet, hogy a szülő természetesen ott lehet a gyerekével, de a magyar kórházak erre nem igazán vannak technikailag felkészülve, tehát gyakorlatilag egy dupla beteg forgalmat kellene biztosítanunk, dupla ágyjal, mosdóblokkokkal, minden egyébbel együtt. Tehát itt azért úgy gondolom, hogy sok olyan kórház van az országban, ahol nem csak egy elvi utasítást kellene gyártani, hanem mellé kellene tenni a gyakorlati megvalósításnak is számos elemét, amit minden kórház úgy próbál megvalósítani, ahogy neki sikerül. Sok izgalmas kérdés lenne még, például, hogy a forró júliusban mi történt, vagy mit tud a devecseri védőnő? A devecseriekre hadd kérjen ki, csak egyetlen mondat erejéig. A devecseri statisztika a vörösiszap katasztrófát mutatja, tehát azt ki kell venni az általánosságok köréből. Egyrészt a szülési kedv az nagyon megcsappant, másrészt az anyukák úgy gondolták, hogy káros anyagok kerülhetnek az ő szervezetükbe, ezért a tejükkel is baj lehet, és nem szoptattak. Köszönjük szépen az előadást!